szeretettel köszöntök mindenkit. 55 éve kezdődött itt Esztergomban ez a fajta ismeretterjesztési forma. Voltak különböző nevei, volt, amikor csillagászati hétnek hívtuk, volt, amikor csillagászati szabad egyetemnek hívtuk, most épp csillagászati hónap, de a lényeg ugyanaz, hogy valamilyen rendszerességgel csillagászathoz kapcsolódó előadásokat tartunk. Az éppen aktuális művelődési házban, a ház is költözött időközben többször. Jelenleg ez a mostani sorozatunk, ez kapcsolódik a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány ünnepe rendezvény sorozathoz. A Magyar Tudomány ünnepéhez, amit alapvetően az akadémia szervez, több civil szervezet, illetve egyéb intézmény is csatlakozik, így a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Komárom megyei szervezete is, és az ő közreműködésükkel, vagy az ő támogatásukkal lehet most idén itt ez a rendezvénysorozat. Még mielőtt belefognánk a mai témánkba egy szolgálati közlemény, jövő héten hétfőn kora délután egy viszonylag ritka csillagászati jelenség lesz látható, ha az időjárás is úgy akarja, a Merkur bolygó átvonul a napkorong előtt. És ezt megfelelő távcsővel meg lehet tekinteni. Ugye a Merkur az elég pici ahhoz, hogy szabad szemmel észrevegyük, a nap meg elég fényes ahhoz, hogy kiégesse a szemünket, tehát senki ne próbálja meg puszta szemmel ezt megnézni, mert egyrészt veszélyes, a szemünk világa van veszélyben, másrészt úgyse fogja látni, mert annyira pici maga a Merkur. Úgyhogy mindenképpen egy megfelelő nap megfigyelésre alkalmas távcső kell hozzá. Ilyennel rendelkezünk mi is, és ez a távcső ez kint lesz az Erzsébet Parkban. Úgyhogy a kollégáim várni fogják ott az érdeklődőket, ahol bele lehet nézni ebbe a távcsőbe, és meg lehet nézni a nap előtt a Merkur átvonulását. Ha borult idő lesz, akkor az eső nap az 36-ban? 36-ban. Tehát addig kell várni a következő ilyen alkalomra, tehát nem egy nagyon gyakran előforduló jelenségről van szó. Fél egykor kezdődik a jelenség, és napnyugta után ér véget, tehát fél egytől napnyugtáig folyamatosan lehet követni, ahogy vonulgat a bolygó a napkorong előtt. Na, most viszont egy másik rendkívüli jelenségről lesz szó. Egy tűzgömbről, ami hát annyira nem ritka, de az, hogy itt a környékünkön legyen valami vonatkozása, az azért nem mindennapi. Úgyhogy átadom a szót mai előadónknak, sőt nem csak a szót, hanem a mikrofont is. Kővágó Gábor amatőr csillagásznak, és felkérem a előadás megtartására. Pici technikai szünet. Ezt légy szíves tedd zsebre. Ezt meg ide csippantjuk. Jó. Hangpróba. Én meg leülök. Jó. Üdvözlök mindenkit, tehát Kővágó Gábor vagyok. Üdvözlök mindenkit itt, akik megjelentek, illetve azokat, akik majd később fogják az interneten követni az előadást. Egy tűzgömbről lesz szó, illetve arról, hogy mi is ez a tűzgömb, meg mennyire ritka egy ilyen jelenség. Az, hogy itt volt a környéken, az természetesen nagyon ritka. Nézzük meg az előadást, hogy mi lesz. Először megnézzük csak az alapokat, mi is az a hullócsillag, mi az a tűzgömb, mi a kettő között a különbség. Utána a tűzgömbök kísérő jelenségeiről lesz szó, mi teszi ezeket a jelenségeket egyedivé. Ha már megfigyeljük őket, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet megfigyelni, milyen módszerek vannak, illetve miért csináljuk ezt az egészet,
lesz majd erről egy-két érdekes ábra. Utána nagyon tényleg csak egy-két kép a legfrissebb magyarországi tűzgömbökről, hogy azért lássuk, hogy ritka, de azért annyira nem is ritka jelenség ez. Utána térünk rá arra, hogy mi történt 2013. augusztus 24-én, 6 évvel ezelőtt, itt ezen a környéken. Majd pedig megnézzük, hogy amilyen képek és eredmények születtek, abból mit tudtunk kimérni, illetve mi az, ami a mai napig hiányzik, és amire hát másoknak a segítségét is kérjük majd. A végén lesz remélem idő majd a kérdésekre, én nagyon örülök neki, hogyha sikerül az érdeklődést felcsikázni. Ha már látott valaki tőlem előadást, akkor a YouTube-on egyébként rá lehet keresni a nevem alapján csillagászati előadásokat, akkor tudhatja, hogy szoktam mindig referenciával készülni, sajnos most nem tudtam hozni referenciákat, a honlapomon szoktam ezt közzétenni, azonban technikai problémák miatt most a honlapom jelenleg nem elérhető, így nem tudtam ilyet, úgyhogy előadás közben fogok majd néha kitérni, hogy erre és arra érdemes rákeresni valahol mondjuk az interneten. Hát akkor nézzük is, hogy mi az a meteor, mi az a bolida, azaz mi az a hullócsillag, illetve mi az a tűzgömb, használjuk a szép magyar nevüket, ha már van. Az első képen látható, kipróbálom a kis mutogatót is, igen, nagyon jó, tehát itt látunk egy pici kis meteort, azért ez is elég szép fényes, szerintem még a hátsó sorokból is látják, illetve amit hát nem nagyon kell mutogatni, a mellette lévő képen az egy hatalmas tűzgömb. Az első kép az Jónás Károlynak a munkáját, a második az Lendi Gyebnár Mónika munkásságát dicséri. Még összehasonlításként nagyon jó, hogy itt van az Orion csillagkép, ezt valószínűleg sokan felismerik a téli égbolton, és itt ezen a képen szintén itt látjuk az Oriont, tehát látszik egyből a két jelenség közötti különbség. Hullócsillagokat biztos, hogy látott már mindenki, ha más nem nyári estén, perzeidákkor kifeküdtek az ég alá, és láttak pár ilyen halvány, pottyanó kis gombolcot. A tűzgömb az már ritkább. Az alapvető különbség a kettő között tehát a fényrend. A meteor, vagy hullócsillag, az ugye egy halvány, kis pici valami, ehhez képest a tűzgömb az hatalmas fénnyel világít, egy igazán sötét éjszakán nem egyszer láthatjuk azt, hogy az árnyékunk is megjelenik, akár vonul is a Földön, hogyha olyan sokáig tart a jelenség. Nyilván az egyik az egy nagyon halvány dolog, tehát egy pár grammos, ilyen picike, meg se tudom mutatni, olyan picike kis porszemcse okozza a magas légkörben, a tűzgömbnél viszont már egy nagyobb kavics, vagy akár még nagyobb szikladarab jön be a légkörbe, és ez az, ami ezt a hatalmas fényességet okozza. Mi történik itt igazából? Mindenféle bolygóközi por, általában a tűzgömbök esetében, hiszen arról szól ez az előadás, ez a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövből érkezik. Tehát ebből a kisbolygóövből jön mindenféle porszemcse, kisebb-nagyobb kavicsok, szikladarabok, és ezek óriási sebességgel becsapódnak a Föld légkörébe, és elégnek ott. Az egyik esetben ugye egy apró porszemcse, a másiknál már akár kavics vagy annál nagyobb anyag érkezik be. Az időben, magában a jelenségnek a lefolyási idejében is különbség van. A hullócsillag esetében ez egy pár tized másodperc, épp csak egy gyors villanás, fölfogjuk, még talán kiáltani sincs idő, és már nincs is ott. A tűzgömbnél ehhez képest van még arra is idő, hogy ha hirtelen látjuk a fényességet, vagy akár megjelenik az árnyékunk a Földön, akár még oda is tudunk fordulni, tehát bőven van idő arra, hogy észleljük magát a jelenséget. Pár másodperc, de akár ez sok másodperc is lehet, például nagyon híres a Peekskilli hullás, ami több mint 30 másodpercen keresztül hullott, hiszen majdnem, hogy érintőlegesen érte a Földnek a légkörét. És végül a darabjai le is értek, eltaláltak egy autót. Távolság alatt a jelenségnek a távolságát értem a Föld felszíntől. A hullócsillag esetében ez teljesen a légkörünknek a legkülső rétege, 90-100 kilométeres magasságban hullanak ezek a meteorok. A tűzgömb esetében jóval nagyobb testről van szó, jóval tovább tart, amíg elég a légkörben, tehát sokkal mélyebbre tud leérkezni a sűrű légkörbe. A sűrű légkörünk az kb. 50 kilométernél kezdődik, itt vannak az igazán nagy robbanásai egy ilyen tűzgömbnek, és hogyha, mint itt is látjuk, hogy a vége az már ilyen sárgás színbe hajlik, ez már sejteti akár fotóról is, hogy ez bizony 50 km alá is beért,
Tehát volt elég ereje a testnek, elég ellenálló volt ahhoz, vagy olyanok voltak a hullásnak a körülményei, a beesési szögsebesség, hogy ezzel be tudjon hatolni egészen a még mélyebb rétegekre, a 50 km alá 40-30-20, igazából ezzel már eléri szinte a repülőgépeknek a közlekedési magasságát. Ez persze csak a legnagyobb tűzgömböknél érvényes. Tehát ebben is van egyfajta különbség a két jelenség között. Van-e hanghatás? A Meteornál, hát ha van is hanghatás, mert nyilván az is elég odafönt, valamiféle hangja lehet, hogy van, de odafönt ugye annyira ritka a levegő, hogy nincs közeg, ami lehozza hozzánk. Tehát meteoroknál nem hallunk hangot. Ehhez képest, hogy a tűzgömb az lejön egészen a sűrű légkörig, tehát itt már van olyan közeg, ami a robbanásnak a hangját lehozza a fülünkig, és ez bizony emberi füllel hallható. Szintén, hogyha YouTube-on rákerestek a Cseljabinszk névre, lehet, hogy sokan láttak erről videót, nagyon szép felvételek vannak a hangrobbanásról, arról hoztam is, majd később lesz erről egy felvétel, ugye azért kicsit szerencsétlen eset volt, de ott legalább sokan testközelből megtapasztalták, hogy milyen a hangrobbanás. Meg hát beomlott egy gyárnak a teteje. Igen, de vannak kisebb események is, hogyha valaki képes beírni a kimondhatatlan nevű és megjegyezhetetlen Naus-Weinstein nevet a YouTube-ba, akkor az arról is nagyon szép morajlás hangok vannak, illetve kicsit könnyebb Massachusetts beírni, és szintén rákeresve a tűzgömbre, és annak is nagyon szép robbanásos hangjai vannak odafönt. Tehát vannak már erről felvételeink, tudjuk, hogy milyen, nagyon hasonlít a morajláshoz, a mennydörgéshez, a ropogáshoz, hiszen itt ilyenkor rengeteg apró kavicsdarab az, ami elég odafönt, és hát ugye áttöri a hangsebességet. Tehát a tűzgömbnél ott lehet hangja, a meteornál nincsen. Illetve hát ami minket igazán érdekel, ami ennek az egésznek az eredménye, illetve hát beszélek egy kicsit magamról, nyilván engem is ez nagyon érdekel, nagyon szeretnénk már végre egy saját hullású magyar meteoritot találni. Ehhez a technikai feltételek megvannak, a tudás megvan, egyelőre a szerencse az, ami nagyon hiányzik. A hullócsillag esetében meteoritról, azaz megmaradó anyagról, kődarabról nem beszélhetünk. Annyira pici az a kis porszemcse, ami beérkezik odafönn a nagy magasságban, az teljesen elég, semmivé válik a föld légkörében, ettől a légkör megvéd minket. Viszont a nagyobb tűzgömbök, hogyha elég ellenállóak, akkor azokból szerencsés esetben maradhat meg anyag, és ilyenkor úgymond kőeső formájában ez el is éri a felszínt, és meg is lehet találni szerencsés esetben. Tehát ebben is van egy különbség a két jelenség között, a tűzgömbnél ott elképzelhető, hogy marad anyagmennyiség. Nézzük meg, hogy a tűzgömböknek milyen kísérő jelenségei vannak, mik azok, amik igazán egyedivé teszik ezt a jelenséget. Már maga a hullás közben láthatunk leváló darabokat. Ilyenkor a óriási test, egy ilyen kődarab beérkezik a légkörünkbe hatalmas sebességgel, fölforrósodik körülötte a levegő, örvények keletkeznek, felforrósodik ennek a testnek a külseje is, meg is ég teljesen, illetve mögötte egy ilyen vákum plazma csatorna alakul ki, ilyen borzasztóan forró, forrongó gázzal és anyaggal kitöltött csóva, vagy csatorna, és ebben bizony magából a szikladarabról leválnak a széléről darabok, és elmaradnak a pályaív mentén. Ezeket szabad szemmel lehet is látni. Itt van egy nagyon szép sorozatfelvétel egy ilyen tűzgömbnek az anyagleválásáról. Ez nem jelenti persze azt, hogy itt minden egyes darab meg is marad, ahogy kihűl és eléri a felszínt. Itt a kisebbek azok szintén, mint egy hullócsillag kialszanak, teljesen megsemmisülnek, és esetleg a nagyobbak azok, amik aztán kihűlve elérhetik a földfelszínt is. De hogyha ilyet látunk, ilyen jellegű aprózódást, akkor az már valószínűleg az alacsonyabb, sűrűbb légkörben keletkezett, ott már valószínű az, hogy lesz meteorit hullás is. Természetesen, mivel ez nagyon nagy jelenség, óriási a fénye, ehhez elegendő a fény, hogy az emberi szem már felfogja a színét. A meteoroknak is van színe, a tűzgömböknek viszont mindig van színe, hogy mindig látunk. A meteorok néha annyira halványak, hogy csak valami kis fényt látunk, de nem látjuk azt, hogy az most piros vagy zöld.
A tűzgömböknél viszont mindig látjuk a színeket, hiszen óriási fénnyel égnek el odafönt. Erre hoztam itt két példát, bárki ránéz, azonnal látja, hogy itt bizony színkülönbség van. Ez ilyenkor a légkörnek, az izzó légkörnek, illetve magának, a meteornak, az anyagának, a izzásának a színe, amit látunk. Tehát, hogyha ilyenkor sikeresen föl tudunk venni róla egy színképfelvételt, akkor arról a színképről azt is ki lehet deríteni, hogy ennek a meteornak, ami bejött a légkörünkbe, ennek milyen anyagi összetétele volt, tehát mi volt az, ami elégett odafönt. Lehet sodródó nyoma. Ugye az előbb beszéltem erről a plazma levesről, ami kialakulott a meteor beérkező tűzgömb mögött. Ez ott is marad. Nagyon sokáig izzik még, ott van egészen a 100 kilométeres magasságtól le a sűrűbb légrétegig, 40 kilométerig, tehát egy ilyen 60-80 kilométer hosszú plazma csatornáról beszélünk, ami nagyon sokáig ott van, gerjesztett állapotban, és hiszen óriási hosszú, nagyon különböző légrétegeket fed át, ezért a magas légköri szerek össze-vissza sodorják. Ez az, ami például a 2008-as hatalmas Afrika fölött behullott tűzgömb után maradt. Éjszaka hullott be, ez viszont reggel készült ez a felvétel. Tehát egy ilyen gerjesztett nyom nagyon sokáig ott lehet az égbolton. Én magam egy tűzgömbnél azt hiszem talán 10 percig követtem egyszer a sodródó nyomot szabad szemmel, illetve hogyha emlékeznek a 2010-es kassai hullásra esetleg páran, ott is még reggel a nyomát megfigyelték elsodródva valahova, sok száz kilométerrel odébb. Van egy másik szép felvétel, szintén látjuk, ahogy a magas légköri szelek össze-vissza kuszálják egy ilyen tűzgömbnek az ott maradó nyomát az égbolton. Tehát szintén a tűzgömbökre jellemző jelenség az, hogy van egy ilyen sodródó nyom utána. Nem mindig, de lehetséges. Hanghatás. Ezt már ugye említettem egy kicsit korábban, és akkor lássuk is annak a bizonyos 2013-as orosz hullásnak a hanghatását. Hát itt konkrétan a hangrobbanásról beszélünk. Ez egy nem kis ébresztő volt, azt hiszem, az emberiségnek, és egyből elkezdett áramlani az államok felől, a vezetőség felől a pénz a csillagászatban, hogy foglalkozzunk az aszteroidákkal egy kicsit komolyabban, mert bizony ilyen hatásai lehetnek, és akkor még nagyon jól jártak az oroszok egyébként, hiszen egy alacsony beesési szögű tűzgömbről volt szó. Hogyha ez meredekebben jött volna le, akkor valószínűleg nem ilyen képeket nézegetnénk most. -25 fokban nem olyan triviális dolog egy ilyen. Igen, hát... A Tunguszkánál ott ugye nem tudjuk a beesési adatokat, tehát ott nem tudjuk még azt se igazából, hogy konkrétan mi történt. Valószínűleg az nagy magasságban megsemmisült. Itt ugye leérkezett az anyagból egy bő 600 kiló, már most csak a főtömeg, és hát jó, sok tonna fölött van az, amit amúgy összeszednek, a mai napig szedik össze a darabjait ennek a hullásnak. Itt ugye az történt, hogy behullott a tűzgömb, ugye mindenki nézte, hogy mi történt, háború, repülőt lelőttek, mi van. Ott álltak az ablaknál, és ugye 2-3 perc, amíg a hang odaérkezik. Ugyanúgy, mint a mennydörgésnél, először a fényt látjuk a tűzgömbnél, és el kell telni a 2-3 percnek, addig csend van, semmi nincs, és akkor érkezik meg a hangrobbanás. Egyik pillanatról a másikra, ez ugye berobbantotta az ablakokat pont az ott álló emberek nyakába. Tehát ebből volt a sok ezer sérült igazából. Ennél ugye, mivel robbanásról van szó, ezért ez nem csak ilyet tud, hogy beüti az ablakot, nyilván egy kisebb jelenségnél csak megremegteti, vagy megrezegteti az ajtót, beleremeg az épület, de ez bizony a szeizmográf is kimutatja, és ez az alsó, ez már egy magyar tűzgömbnek a szeizmográf képe. Elég rosszul látható, de mondom, ez 2015-ben volt nálunk Bükknél, a Bükk közelében egy hatalmas tűzgömb, aminek azóta is keressük a darabjait, egyelőre sikertelenül, és itt látható az általa okozott hatalmas kilengés a szeizmográfban, pontosan ott, ahol lennie kell időben, tehát ezt bizony a földrengés jelző állomások is érzékelik. A tűzgömböknek lehet egy ilyen
kísérő jelensége is, egy hanghatás, nem mindig, de a nagyobbaknál bizony eléri a fülünket, vagy akár megrezegteti a szeizmogramot is. És hát ugye a legvégén, hogyha elég nagy maga a tűzgömb, és van megmaradó anyag, az elérheti a földfelszínt, ez aminek mi nagyon örülünk és rohanunk ki a helyszínre, hogy aztán ne találjuk meg. És hát ezt hívjuk ilyen meteoritnak, így néz ki körülbelül, egy ilyen szép, feketére égett, nagyon vékony, ilyen zománcos fekete kéreggel rendelkező kődarab lenne a Földön. Hát az, hogy mi tartsunk a kezünkbe ilyet, ez még hátra van, de egyébként pont erre szeretném majd a hallgatóságot, illetve majd később a internetes nézőket kérni, hogyha netán azon a területen járnak, amit majd később említek, akkor nézzenek jól körbe, hát ha látnak egy ilyen fekete színű követ, és akkor megvan az a hely, ez konkrétan természetesen a Facebookon, a meteoritos csoport, amire rákeresnek, az a csoport az vállalja azt, hogy a képek alapján, illetve bizonyos alapinformációk alapján, ez le van írva, otthon is elvégezhető könnyű kis kísérletek, ez alapján meg lehet mondani azt, hogy ez meteorit, vagy nem meteorit. Nem vizsgálják be, hogy ez micsoda, vagy milyen kőzet, vagy egyáltalán, csak azt mondják meg, hogy meteorit, vagy nem meteorit, tehát van egy hely, amit föl lehet keresni, hogyha netán találtok ilyen fekete kavicsot, és várjuk szeretettel. Milyen megfigyelési lehetőségei vannak a tűzgömböknek? Természetesen a legegyszerűbb az a vizuális. Erre mindenki buzdítok, hogyha netán még nem próbált meteorokat vagy hullócsillagokat figyelni, én kétlem, hogy lenne ilyen, de hát ha van, akkor semmi más nem kell hozzá, mint hogy ki kell menni a sötét éjszakába, nézni a csillagos eget, és láthatunk már is meteorokat. Nyilván itt most megfigyelésről beszélek, hogyha ezt be is akarjuk küldeni, akkor azt már egy kicsit komolyabban kell végezni. Ki kell feküdni sajnos egész éjszakára, kinyomtatott térképekkel, az ingyen van, letölthető internetről, és egy nagyon pontos órával. Ez a kép, ez hát jó régen a Mogyoros-bányai kőhegyen készült, talán a titnek a táboráról hallottatok már, csillagász táboráról. Hát ott készült egy ilyen felvétel rólunk, a jobbról haladok, akkor nagy Laci, ő szokott is itt előadást tartani, látható a képen, Szalai Attila is jó magam, illetve hát a képen nincs rajta, de hát még sokan voltunk ebben a csapatban, többek közt Zsombó Gábor is, aki itt mosolyog most hátul, és szintén szokott itt előadásokat tartani. Tehát a vizuális megfigyelés borzasztó egyszerű, nagyon olcsó, a két szemünk el hozzá egy csillagászati térkép, lehetőleg a csillagképek ismerete, meg egy nagyon pontos óra, és már is be tudjuk rajzolni a meteorokat, tűzgömböket, fel tudjuk írni a jelenséget, amit aztán kimérve küldhetünk be a nemzetközi oldalakra. Mai nap ez már sokkal egyszerűbb, mint amikor mi csináltuk még régen postán. Most már természetesen online felület van erre, az MCL-nek az oldalán. Nagyon kell is, hogy reklámozzuk, mert még nem nagyon veszik igénybe, de hogyha láttunk tűzgömböt, tényleg pár kattintással nagyon egyszerűen végigvezet minket egy felület, és azonnal megy az észlelésünk a nemzetközi adatbázisba. Tehát egy nagyon egyszerű, modern módszer van most már a tűzgömbök bejelentésére, szintén rákereshettek. Ennél egy picit pontosabb, sőt, talán az egyik legpontosabb a fotografikus megfigyelés. Itt két fotómat hoztam el, mind a kettő Leonidák hullásakor készült. A bal oldal, a jobb oldali az 98-ban. Így igaz, 98-ban készült, hajnalban, amikor olyan 200-300 tűzgömb hullott körülbelül egy pár óra alatt, és ez konkrétan a budapesti lakásablakból, az ablakon keresztül készült ez a felvétel, tehát ki sem mozdultam konkrétan a szobából. Látszik odafent is egy meteor egyébként, meg ide lent is. Ez egy iridium felfénylés, egy műholdnak a nyoma, tehát ez nem az, itt, de igazából ez a lényeg, egy tűzgömb, illetve egy dupla tűzgömb, mert ilyen is van. Miért is ne? A Leonidák azt tud ilyet. Ez pedig a 99-es nagy hullásukkor volt, amikor hát sok ezer meteort láttunk azon az éjszakán. Ez Magyarországon sajnos teljesen felhős volt, ez horvát tengerparton készült. Tehát a fotografikus az egyik legpontosabb észlelés. Ilyenkor ki kell tenni a fényképezőgépet, ugye a csillagokhoz képest nagyon pontosan kimérhető a tűzgömböknek a nyoma. Miért fontos ez? Erről majd nyilván picit később fog beszélni a miértnél meg a hogyannál, de itt is megemlítem, nyilván azért, mert ki akarjuk számolni ezt a tűzgömböt,
honnan jött, hova megy, milyen adatai vannak, milyen szögben, milyen sebességben, mindent tudni akarunk róla, és ehhez nyilván rengeteg információ kell. Kell a vizuális, kell a fotografikus, ami pontosabban kimérhető, és kell a videós, ami napjainknak a feltörekvő iránya. Itt a saját rendszeremről hoztam egy kis képet. Nem megyünk bele a részletekbe, Isten ments, ez már azért egy kicsit bonyolultabb dolog, itt már kell érteni ehhez, ahhoz, sok mindenhez, de ugyanakkor ez sokkal jobb, mint a fotós megfigyelés, ugye a fényképezőgép kattog, de igazából ott az időt nem tudjuk pontosan, mikor készült meg. Hát vannak egyéb hátrányai, a fényképezőgép sem szeret annyira, mondjuk, hogyha esik az eső, vagy ráhullik a hó, rászáll a szarka, tehát ehhez képest a videó egy kameraházban, egy videókamera sokkal jobban bírja a törődést, az erre van tervezve. És kint van, nekem most is megy pont, amikor pedig teljesen felhős az ég. Teljesen automata az egész rendszer, nem kell vele csinálni semmit. Nézzünk róla a képeket, ez sokkal szebb, amikor már így letisztultan kész van az egész. Nekem két kamerám van otthon, szintén Budapestről, tehát teljesen fényszennyezett égről lehet hasznos adatokat gyűjteni. Sok száz meteort fogok vele havonta, és küldöm be aztán a nemzetközi adatbázisba. Hogyha az embernek van egy kis égboltja, és utána olvas szintén az interneten, hogy hogy lehet ilyet összerakni, akkor igazából nincs akadálya, és lehet csatlakozni a meteor megfigyeléshez. Ennek sajnos van egy olyan hátránya a videós rendszernek, hogy a tűzgömbök azok, annyira érzékeny ez a rendszer, hogy a tűzgömbök azok sajnos beégnek rajta, úgyhogy nem mindig pontosan kimérhetők. Ezért mondtam, hogy a fotós megfigyelés talán az pontosabb egy kicsit. Itt van ennek a technikai háttere, tehát hogy néz ki az, amikor már a számítógépen látom én a végeredményt, ez egy hónapnak az adata. Itt van a kamerám Budapesten, és itt pedig mindenféle furcsa neveket látunk, ezek ugyanis nem Magyarországon vannak, másoknak a kamerái más országokban, Szlovákiában, illetve a cseheknél, az ő kameráikkal néz össze az én kamerám, tehát ugyanazokat a meteorokat és tűzgömböket fogjuk el az égbolton, ez amik ilyen kis sárga vonalak formájában itt látszanak össze-vissza, és ez alapján ki tudjuk háromszögelni, hogy pontosan hol voltak a légkörben, és milyen adataik vannak, ez alapján tudjuk meghatározni, hogy mondjuk milyen rajba tudjuk őket besorolni, pontosan hol voltak az égen, milyen a sebességük, és rengeteg mindent ki tudunk róla számolni. Tehát egy icipicit belenéztünk ebbe is. Miért csináljuk ezt az egészet? Miért figyeljük meg ezeket? Nyilván szeretünk ilyen nagyon szép grafikonokat rajzolni. Itt látjuk azt, hogy ez csak a tűzgömbökre vonatkozik, nem meteorokra, ezt hozzáteszem, tehát nem véletlen a felírás, ezek tényleg tűzgömbök, és nem véletlen itt ez a 170-es szám. Tehát ritka, a tűzgömb nagyon ritka, és nagyon ritka az, hogy valaki csak úgy kisétel az ég alá, és lát egyet a derült égen, de azért van belőle sok. Tehát, hogyha valaki tényleg sokat észlel, és 100 órákat kint van, akkor biztosan fog látni tűzgömböt. Nyilván ugye augusztusban látjuk ezt a kiugró számot, miért? Ilyenkor hullanak a perzeidák, nyár van, sokan vannak kint az ég alatt. Télen senki nem megy ki észlelni. Felhős az ég, hideg van, hó van, senki nem megy ki, úgyhogy épp ezért tűzgömböt sem látunk. Ugyanúgy hullanak akkor is, csak nem látjuk őket annyira. Illetve felhívnám a figyelmet erre a három sötét zöld oszlopra, ugyanis ez van most. Tehát itt vagyunk, novemberben jönnek a tauridák, körülbelül egy hét múlva. Biztos vagyok benne, hogy fölül fogja írni valamelyik novemberi napomat egy hatalmas tűzgömb. Mindig. A tauridák mindig hoznak egy hatalmas tűzgömböt. Azt hiszem, tavaly volt, vagy mikor a kisvárdai eset, szintén rá lehet keresni a YouTube-on, a biztonsági kamerák rögzítettek hatalmas fényfelvillanás volt. Kisvárda a Máté-Szalka mellett van észak-kelet felé, az országhatár mellett. Hanghatás nem volt, de az infrahang állomások, kicsit más tartományban működő állomások, azok vették a jelenséget. Ott is rengeteget kellett számolgatnom, hogy ki lehessen deríteni azt, hogy nem tudott áttörni ezen az 50-es csoda határon, sajnos elégett teljesen a tűzgömb a magas légkörben. De biztosan fog jönni most egy a tauridák alapján. És akkor nézzük meg a térbeli eloszlását, hogy mennyire ritka is ez a tűzgömb jelenség. Itt csak a legnagyobbak vannak fönt, tehát egy ilyen pici, mint ami
itt hullott, vagy akár amiből egy-két ilyen meteorit pottyal, ilyen nem is látszik, itt csak a legnagyobbak vannak, hatalmasak. És mint látjuk, bárhova kimehetünk, biztosan fogunk látni tűzgömböt, mert teli szórja az egész föld felszínt. Ezt már persze műholdakkal figyelik az amerikaiak, nyilván a légköri robbanások miatt nem meteorokra és tűzgömbökre vadásznak, hanem egyéb robbantásokra, de ez egyben megfogja ugye a tűzgömböket is. Miért csináljuk ezt az egészet? Ugye sokszor említettem a meteoritot, hogy miért akarjuk ezt a kezünkbe fogni, hát nem csak a büszkeség miatt, hanem azért is, mert ha megnézitek, akkor itt hatalmas számok vannak. Ez forintba átszámolva teljesen mindegy, hogy mennyi milliárdos költség. Mind a kettő, egy amerikai és egy japán szonda, ezek most, miközben itt tartom ezt az előadást, ott kint pörögnek az űrben, a kisbolygók körül már ott vannak, és nem sokára mintát fognak hozni vissza a Földre. Itt pár gram, pár száz gram mintáról van szó, és milliárd forintokba kerül ez a pár száz gram minta. Ehhez képest a tűzgömbök, hogyha ki tudjuk számolni, és kimegyünk a helyszínre, és hatalmas szerencsével találunk belőle darabot, akkor az hát gyakorlatilag a benzinköltségből megvan, ami egy nem összemérhető tartomány. Tehát, hogy miért csináljuk ezt az egészet? Mert ez a szegény embernek az űrszondája, a tűzgömb, ide jön a házhoz, persze, hogy kimegyünk és megkeressük. Nézzünk akkor egy pár magyar tűzgömböt, tényleg csak a legfényesebbeket. 2011-ben volt egy telihold fényességű tűzgömb, látunk erről egy fotót. Ennek valószínűleg leértek a darabjai valahol Somogy megyében, azóta már beszántották, gondolom. Voltak kint páran keresni állítólag. Én akkor még nem nagyon voltam benne ebbe a számogatós dologban, én nem jártam ott, de nem sikerült megtalálni. 2015. Ez itt nem a nap, vagy nem a hold, ez itt a tűzgömbnek egy robbanása. És Szlovákiából. Ez a Bükk környékén esett le, még nincsenek meg a darabjai, nagyon sokan voltunk kint, nagyon sokszor. Én jó magam is kétszer voltam ott hosszú hétvégéket, és nem sikerült megtalálni egyelőre a darabjai, de valahol lent van több kilogramnyi meteorit, csak nem találjuk a darabjait. És itt van az a bizonyos 2013-as, augusztus 24-i tűzgömb, ami pedig ezen a környéken hullott le, és akkor ezt fogjuk egy picit közelebbről megnézni. Itt ugye már profik vagytok, úgyhogy már látjátok a színéből, hogy ez gyanús, ez itt bizony valószínűleg nagyon mélyre lejött. És így is van. Tehát mi is történt 2013. augusztus 24-én, 9 óra 2 perc helyi időkor. Hát az történt, hogy majdnem az egész ország felhős volt. Természetesen. Úgyhogy a felhőn keresztül hát senki nem volt kint észlelni, de azért persze kószáltak emberek, 9 óra van este, nagyjából térnek haza az emberek, úgyhogy láthatták szerencsére a jelenséget. Az egész országból egyébként, mindenhonnan, tehát most itt, ahol úgy látjuk, hogy nincsenek felhők, itt is ilyen felhő átvonulások voltak, tehát ilyen felhő lyukakon keresztül látták sokan a jelenséget, széles a hazából, tehát egészen Zágrábtól a Eger környékéről volt, Tatáról látták természetesen, hiszen a fejük fölött hullott szinte, innen a környékről, Annavölgyből volt, a Börzsönyből volt egy jelentés, Szlovákiából szintén. Az egyetlen videófelvétel, ami készült, az Lengyelországból készült, egy autónak a kamerája vette föl, 300 kilométeres távolságból. Tehát ez már azért mutatja, hogy mekkora jelenségről volt szó. A fotóink, amik vannak, azok... Én magyar képről nem tudok, semmilyen felvételről, csak vizuális megfigyelések történtek. A legközelebbi az valahol itt Szlovákiában egy kis településen készült, az viszont egy dedikált videometeoros kamera, úgyhogy ez egy nagyon pontos adatsor, sajnos csak a tűzgömbnek az elejéről, hiszen nekik már ez horizont közelben volt, illetve a cseheknek mindenféle ilyen sí
kamerák, tehát ami a sípályákhoz vannak kitéve kamerák, azoknak a kamerái rögzítették ezt a tűzgömböt, és ezeket kellett borzalmasan körülményes és bonyolult munkával kimérni, ahhoz, hogy adatokhoz jussunk. Ez a szlovák felvétel, amit a videometeoros rendszer rögzített. Ezek gyakorlatilag a legpontosabb adatok, viszont mint látjuk, ugye nekik nagyon közel volt a horizonthoz, úgyhogy csak a tűzgömbnek az eleje és a középső része van, meg a vége nincs. Tehát ez alapján mondjuk nem tudnánk megmondani, hogy meddig jött le, honnantól keressük a meteoritjainkat. És aztán ilyenek voltak ezek a cseh sípálya kamerák, ilyen katasztrofális felvételből kellett valahogy információt kicsikarni. Ezek mögé természetesen kellett keresni csillagos égbolt hátteret, hogy a tűzgömbnek a nyomvonalát ehhez rögzítve ki tudjuk mérni, és abból adatokat szerezzünk. Nézzük meg, hogy akkor milyen adatok születtek ebből a csodaszép tűzgömbből. Most mutattam jó pár szép felvételt. Itt ugye látjuk, körülbelül ugye itt villanhatott föl, majdnem sokára már mondom is, hogy ez körülbelül 70 kilométeres magasságban történt, aztán száguldott lefele, körülbelül egy ilyen 45 fokos szögben, és a legvége az pedig bőven bejött 30 kilométer alá, valahol olyan 28 kilométeres magasságban hunytak ki az utolsó darabjai. A vizuális megfigyelések beszámoltak arról, hogy a végén, itt ezen a narancssárga-piros szakaszban a fej az több részre szakadt, tehát ezek azok a bizonyos leváló darabok, amit mondtam is, hogy ilyenkor már nagy valószínűséggel vannak lehulló darabok. Tehát minden vizuális megfigyelés, fotografikus, és a adatok is azt mutatták, hogy itt bizony lesz meteorit hullás, de nyilván csak akkor tudunk erről biztosat mondani, hogyha minden számolásnak a végére érünk, és a hibával megszórva meg tudjuk mondani azt, hogy vajon tényleg mekkora valószínűséggel maradt anyag, és az hova hullott le. Így néz ki egy ilyen vaktérkép, mondjuk, amit a program kiköp a számítások legvégén, és akkor itt kezdünk boldogok lenni, amikor látjuk itt a 28,7-es magasságot, mert ezt már tudjuk, hogy ez bőven bent van a 40 kilométer alatt, ahonnan már várhatóak a kődarabok. Tehát itt már valószínűleg meteorit hullás van. Nagyon tetszik az embernek ez a 70-es magasság is, ugyanis a legnagyobb tűzgömbök azok nagyon mélyen villannak föl. Tehát nem a 90-100 kilométeres magasságban fénylenek föl, ahol a hullócsillagok, hanem jóval lejjebb, mint látjuk itt 70 kilométeres magasságban kezdett el fénylenni ez a tűzgömb, és onnan jött le egészen mélyre. Illetve nagyon tetszik még nekünk itt ez a sebességadat, ez a 19,7. Ez azt jelenti, hogy kb. 20 km per szekundummal közlekedett ez a test, ami egy viszonylag lassú sebesség a tűzgömbnek. Én nagyon örültem volna, hogyha Budapestről 20 km per szekundummal tudok fölérni ide Esztergomba, de ez sajnos nekem 2 másodperc helyett 2 órába telt. 4 órakor indultam, hogy ide érjek az előadásra. Hát igen. A beesési szög az igazából a számításaink szempontjából csak a későbbi lehullás miatt fontos, de a megmaradó kődarabokat olyan nagyban nem befolyásolja. Nyilván örülünk, hogyha minél meredekebben jön, mert annál kisebb a szórásmező. És akkor ugye itt van, látjuk, hogy maga a jelenség az bőven Szlovákia fölött fénylett föl, és egész végig a szlovák légtérre jött, de az igazán izgalmas dolgok azok itt történtek, miután átlépte az országhatárt. Körülbelül 33 kilométer magasságban a Gete fölött robbant föl, ott volt az első nagy robbanása ennek a tűzgömbnek, és onnantól rendre 30-29, illetve 28 kilométeres magasságban voltak robbanásai. Az utolsó darabok körülbelül Csolnok és Dág környékén fénylettek, ebben a körülbelül 28 kilométeres magasságban, és onnan értek le aztán a darabjai valahol a Pilisben. Lesz majd erről térkép. Mindjárt. Most megnézzük azonban azt, hogy ez honnan jön. Tehát minket nem csak az érdekel, hogy hova megy, azaz hova esnek le a darabjai, hanem az is, hogy honnan jön ez a tűzgömb, amit már ugye említettem korábban, ez is oda tartozik,
Látjuk itt ez a kis kék golyób is a Föld, amit ugye eltalált, ez a pálya. A piros a Mars, ez a kis szürke pötty, ez jó nagy pötty, ez pedig a Jupiter. És ugye, mint mindenki tudja már ezt a Mars és a Jupiter között, ugye itt van egy hatalmas, széles korong, ami tele van kőzettörmelékkel, ez az úgynevezett kisbolygóöv. Tehát ebből a főövből érkezett ez a test is, látjuk a pályáját, szépen eltalálta a Földet. Itt van a Google Earth-ben a térbeli nyomvonala ennek a tűzgömbnek. Látjuk a hatalmas magasságot, ahonnan ezzel a 46 fokos szöggel szépen elért idáig. Valahol körülbelül Csolnokdág magasságában hunytak ki az utolsó darabok, és aztán a megmaradó kő darabokat pedig a magas légköri szelek össze-vissza fújkották, ezt is nagyon szépen ki lehet számolni, és aztán itt lepotyogtak a darabjai. Ezt majd meg is nézzük közelebbről mindjárt, hogy hol is vannak ezek a kő darabok. Szerintem. Itt van egy ilyen szórásmező térkép, itt a kisebb darabokat látjuk, nyilván a megmaradó anyagmennyiség itt körülbelül olyan 2-3 kg lehetett maximum. Tehát itt olyan 100 g vagy a fölöttieket érdemes keresni. Sajnos én többször voltam a helyszínen, és itt a 100 g-os határ fölött innentől lezárt erdészeti terület van, tehát valószínűleg csak engedéllyel látogatható. Nem mentem be, nem másztam be. Bárki megkeresheti ezt a képet a Google Earth-ön, nem titok. Ez itt Piliscsév legszéle. Ott már jó helyen járunk, és onnan szépen befele az erdőbe. Lehet sétálgatni, és hogyha láttok esetleg fekete kavicsokat, akkor a már korábban említett meteoritos Facebook csoportot lehet felkeresni az információval. Természetesen ugye itt van a fő szórása, úgymond ennek a tűzgömbnek, de látjuk azt, hogy ha az összes hibával, úgymond, megszórom az eredményt, akkor egy eléggé nagy terület jön ki. Lehet, hogy a darabjai mondjuk itt vannak, és én itt nem jártam. Tehát sajnos hatalmas a terület, sűrű erdő, nagyon nehéz megtalálni. Nézzünk akkor egy pár képet a keresésről. Magáról többször voltam kint a helyszínen, tehát körülbelül ilyen sűrű erdő. Itt el tudjuk képzelni, hogy van mondjuk egy, nem tudom, 100-200 grammos kődarab, az mondjuk körülbelül ekkora. Kimegyünk az erdőbe, ezt látjuk, hát hol a kődarab, akárhol lehet. Tehát igazából tényleg avar alatt is van már valószínűleg, igen. Hiszen 2013-ban volt a jelenség 6 éve, de hogy ott van, az biztos. Tehát a mai napig találnak a kassai hullásból darabokat, ami 2010-ben volt, és ott vannak kint és keresik. Viszont ott már legalább tudják, hogy hol van körülbelül a szórásmező. Itt is az első darabot lesz csak nagyon nehéz megtalálni. Utána már, ha van egy darab, annak a környékén már nyilván könnyebb keresgélni. Esetleg be lehet vetni fémkeresőt. Nem minden meteoritnak van fémtartalma, tehát nem feltétlen fogja nekünk a fémkereső kimutatni, illetve hát fog rengeteg egyebet kimutatni, és nem a meteoritot fogjuk megtalálni elsősorban. Meg hát nagyon nehéz is azt tartani, hiszen az több kiló. Nem lehet akkora területet bejárni vele, mint ami nekünk szükséges. Viszont a területet keresztül kasul behálózzák a földutak, ami szerencsés, hiszen a földutak széle egy nagyon jó hely arra, hogy nézegessünk ilyen kődarabokat, hiszen ott sokáig, akár évekig mozdulatlanul megmaradnak ezek a kövek, még úgy is, hogyha az erdészet sűrű járja ezeket az utakat. És akkor itt van egy általam talált darab. Nyilván jó, hogyha ilyen szép komolyan van felvéve egy-egy felvétel, ahogy megtaláljuk, természetesen nem meteoritot látunk a képen, akkor sokkal boldogabb lennék. Ez csak egy átlagos kődarab. Mi a lényeg az egész előadásnak? Megismerkedtünk magával a tűzgömb jelenséggel, és nagyon remélem, hogy még nem zárult le a történet. Én remélem, hogy kedvet kaptatok ahhoz, hogy kimenjetek, és ezt a bolondozást csináljátok, hogy kirándulás közben nézegessétek a Földet. Hogyha ott jártok ebben a Piliscsév, Pilisvörösvár és Piliscsaba háromszögben valahol az erdőben, akkor nézegessétek a talajt, hát ha láttok ti is egy-egy ilyen fekete kődarabot, amit érdemes elhozni magatokkal, és megmutatni másoknak. Hát ha sikerül megtalálni,
pár kilogramm anyag a mai napig ott van valahol a pilisi erdőkben. Úgyhogy tényleg csak a közönség segítsége segíthet itt. És akkor, ha van esetleg kérdés, akkor most fel lehet tenni. Köszönöm szépen. Igen? Említetted ezt a bejelentő alapbázist, be lehet küldeni észlelést. Nyilván a korábbiakon is meg lehet tekinteni, hogy milyen észlelések vannak. Természetesen, ez egy online elérhető és teljesen nyílt archívum. Tehát ennek nem csak az a nagy előnye, hogy itt be tudod küldeni az észlelést, hanem az, hogy nagyon sokan beküldik az észlelést, minél nagyobb a jelenség, annál többen, akár több százan. És ez a szoftver annyira okos, ami ott a háttérben zajlik, hogy a különböző bejelentések alapján, elég, ha csak egy irányt mondasz meg, hogy ez tőled keletre hullott, vagy valamelyik város felé hullott, akkor ebből maga az applikáció ki tudja számolni azt a sok-sok észlelés alapján, hogy körülbelül hol volt ennek a tűzgömbnek a nyomvonala. Ez természetesen csak egy hozzávetőleges irány, nem egy nagyon pontos számítás, de már abból további dolgokat lehet sejteni, például mondjuk merre érdemes keresgélni további vizuális megfigyelőket. Igen? Hát ebből ugye nem találtunk meg darabot, de nagyon sok meteoritot ismerünk már, és hát a sűrűségük az nagyon szélesen változik, de pont az egyik olyan pont, amiből meg lehet mondani egy kődarabról, hogy az meteorit vagy nem meteorit, nyilván sok egyéb vizsgálat mellett a sűrűsége az egyik, amit meg szoktunk nézni, mert ez egy nagyon szigorú táblázat szerint szór, tehát megvannak, hogy bizonyos meteoritoknak milyen a sűrűsége. Nagy vonalakban azt tudom mondani, hogyha tényleg kétfelé vesszük a meteoritokat, és azt mondjuk, hogy vannak kőmeteoritok, és vannak vasmeteoritok, akkor a kőmeteoritok azok körülbelül olyan 3000 gram per köbcentisek, a vasmeteoritok meg olyan 7000 gram per köbcentisek, tehát a bő duplája, hiszen az színvas. De mondom, nagyon széles a skála, de ez alapján is lehet egyébként, a sűrűség alapján is lehet. Bocsánat, itt volt egy kérdés. Igen, lehet volna. Visszatérve, leszóltam a fenőbajról, látom, de arra mondják. Igen, semmi gond. A pontuszkával kapcsolatban, amikor a meteoritok mondják, ugye, hogy a mai napig nem tudják konkrétan megmondani, hogy mi történt. Nem. Iszonyatos idő. Nem tudják megmondani. Nyilván a mostani tudásunk alapján sejtjük meg a fákon, tehát ahogy kidöntötte a fákat a földön, több száz négyzetkilométeren, annak az alakjából is sejthető az, hogy itt egy hatalmas becsapódás volt, vagy nem becsapódás, hanem egy hatalmas légköri robbanás, aminek a lökés hulláma az, ami kidöntötte a fákat. Tehát nem tudják pontosan, mi történt, hiszen az 100 évvel ezelőtt, 1980-ban történt, tehát akkor még nem voltak ilyen jellegű megfigyelések. A mai napig ez egy nagyon-nagyon kieső vidéke Szibériának, tehát sok heti élelem kell, meg szúnyogírtó, hogy oda az ember kijusson. Meg igen. Finom medvehús is van biztos. Igen? Igen. Azt, ha felvesz az ember egy kőbet a földből, kérdezi, hogy ez egy más sűrűség, vagy ez hasonló, mint egy normál kő? A vasmeteoritnak egyértelműen érzed azt a 7000-et, hiszen az megdöbbensz, hogy hú, ez nehéz. Egy kőmeteoritnál annyira nem. Van fémtartalma, tehát a fémkeresővel ezt ki tudod mutatni, de nagyon nem érezni. Nyilván a földi kőzetek inkább a 2000 gram per köbcentinél vannak meg az alatt. Tehát azért van egyfajta érezhető különbség, de akinek nincs erre úgymond keze, nem fogott rengeteg meteoritot, az nem fogja ezt megmondani. Inkább a kül csíny az, ami megragadja az embert. Tehát az, hogy ez, ha kimentek és láttok ilyen feketés követ, megfogjátok, és olyan furcsa, vagy ilyen kis szederjes a külseje, vagy esetleg repedések vannak rajta, esetleg rozsdafoltok, hiszen a földi légkör ezt ugye erodálja elég erősen, a korrózió megjelenik azonnal, akár napokon belül, hiszen addig kim volt az űrnek a vákumában sok száz évig, sok ezer évig, vagy akár milliárd évekig ott kint pörgött ez a kődarab, és aztán hirtelen beesik ide a akváriumba gyakorlatilag, neki a földi légkör egy ilyen hely,
azonnal elkezdi marni a korrózió. Igen? 2000-3000 gram, ez 2 és 3 kiló. Ez nem egy kicsit. Azért mondjuk, egy liter. Egy dobókockányi 3000 gram. Nem. Akkor lehet, hogy rosszul mondtam az adatot. Fejből. Nem vagyok ebben annyira otthon. Megmondom, én ezt már programmal számolom, tehát ez már a modern kor butasága. 3 gram per köbcenti, az lehet. Illetve 7-8 gram per köbcenti a vasmetaurita. Csak annak keverik metaurita. És vannak egyéb, persze, a skála az borzasztóan széles. Erre van táblázat, nem tartom fejbe a programon. Egy pici neodímium mágnessel érdemes megpróbálni. Hát az kőből van akkor is. Még a kőmeteoritokból is, igen, a neodímium azt kimutatja, tehát azt megérzi. Ez is egy teszt. Nem nagyon szeretik, akik meteoritokra vadásznak, hogy neodímiumokat simogatunk a meteoritokhoz, hanem tesz jót, úgymond, legalábbis a későbbi vizsgálatoknak, de igen, ez is egy teszt. A karc teszt, a másik, hogy meg lehet karcolni egy felületet, és meg lehet nézni, hogy milyen színű. Ezek mind fönn vannak az interneten, rá lehet keresni, hogy egy ilyen talált kődarabnál milyen otthon elvégezhető kis kísérleteket lehet csinálni, hogy rájöjjön az ember, hogy ez meteorit, nem meteorit, hogyha mindegyiken átmegy, a sűrűségmérésen, a karszteszten, a mágnesteszten, akkor érdemes az, hogy megvannak a felszíni jellegzetessége, akkor érdemes föltölteni az említett Facebook csoportba, és akkor megmondják az okosok, hogy ez vajon meteorit, vagy nem, van-e értelme tovább vizsgálni. Igen, más kérdés? Volt még valahol? Igen? Mi tiszteltünk, sok örömmel volt, amikor itt volt a zöldház, és fölmentünk Szent Tamás hegyre, és észre ég volt, amiket lehet látni, január volt, és tűzgömböt láttunk, méghozzá úgy, hogy le is hangjuk, úgyhogy Abteleken is észlelték, úgyhogy szinkron észlelés volt ez tulajdonképpen, Aldebaran és a fiatyúk között tűnt föl, utána elhalványunk, és ismét, és egészen pont tönt volt a vírus, ezt szépen leírtam, fénygörbét is csináltunk, és akkor aktelektől is küldtek még képet, és ott fölrajzolták. Tűzgömb volt? Mínusz 6 magnitudós valós. Úgyhogy fényárnyék, vagy hogy meg fény is árnyékat lehetett. Igen, egy mínusz 6-osnál már megjelent, nem volt az árnyék. Mikor volt? 2009-ben. Igen. Ah, igen. Szóval együtt észleltük. Tönk voltunk, és több szakültamokkal, de ott nincsenek már itt. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Most az volt, hogy megszakadt. Ionizált rétegen ment át, és ionizált háborgás volt. És akkor vékonyan lehetett látni, szóval utána megint kifényesedett. És akkor mondta, Vénusz tél, ahogy célhozta volna. Na ezért érdemes tűzgömböket nézni, mert látok, hogy akár széles távon esetlésztük rá az emberek. Akkor nekünk is éppen törődtünk el. Akkor meg mikor meg úgy látták, ők lassulat látták, ezek úgy láttak messzire. Én is sok száz tűzgömböt láttam már, de tényleg a... Mínusz 6 magnitudós volt. Akármikor lát az ember egyet, az hatalmas élmény. Tehát, ha tehetitek, akkor most van november közepén, ugye a tauridák, amit említettem, hogyha csak egy pár perc is ki tudtok menni, mondjuk november 16-17 környékén, akkor érdemes kiállni ezt most az eltér és nézni az égboltot. Ha láttok csillagokat, meg teli holdat, akkor akár láthatok tűzgömböt is. Ezt nem értem besapnia, akik kutatják a meteoritokat, hogy ez valami más lehet, mert egész más összetét, hanem egészen más, mert iridium és egyéb más dolgokat tudnak mutatni benne. Úgyhogy a földi közvetektől azért eltér. A magnitudó, tehát úgy van, még a görögök mondták, hogy első rendi az, amit legfényesek, akkor hatod rendűig lehetek látni. De mi van, amelyik még halványa, az meg tovább. Én, amikor első rendűnél fényesek, akkor nyilván, hogy nulla rendű. Utána már mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, mínusz 4, mínusz 5, mínusz 6, és volt fény, árnyék, mindent lehetett látni, olyan erős volt.
Akkor fejezzük a megfigyeléseket, készültünk akkor. Egy összepakolt, akkor föltünk. Mindjárt elkiáltottam magamat, hogy hát mennyi a pontos idő. Volt egy szakai tanulnak olyan órája, szokkal óra, de akkor mindenki figyelje meg. És egyöntetű volt a véleményünk. És akkor vele külön elgondoltam, hogy szinkronizál és akkor kinetetlen a számítani, hogy milyen szögben volt élve. Hát össze, ott is vörös volt az eleje. És hát az első csóvánál, hogy mondjam, fehér és élet kényes színű, nagyon nagy sebessége. Utána pedig már olyan volt, hogy már letékeződött, ilyen idők. Mintha felvetettek volna a bárányfelvő szerint. Aztán ki írta velvét. Köszönöm, Bárány szépen. Nem tudom, esetleg más kérdés is elmerülni? Nem is kérdeznék, mert inkább kérdik, hogyha esetleg van meteoritot, amit a klubban vagy a nézők között jövő héten esetleg hozzátok mutatni, hogy esetleg meg. Hozzuk. Van Cserjavinszki is. De annak például a Cserjavinszkinek eléggé nagy a fém tartalma. Egyébként az megdöbbentő, hogy mennyire feketék tudnak lenni a frissen hullott meteoritok. Tehát semmilyen követ nem láttam még, ami annyira fekete lett volna. Tehát bazalt is elég sötét színű. Ja, erről megosztanék egy apró kis történetet. Pont akkor, amikor ennél a tűzgömnél voltunk kint először keresni, tehát frissen a hullás után, pár hónappal, kimentünk egy csapattal, be volt osztva, hogy körülbelül ki hova megy, és Pilisvörösvár mellé mentünk egy mezőre keresgélni, és ahogy ott sétáltunk csatárláncba, fejlődve, ahogy ezt szoktuk, szépen néztük végig az adott területet, és mellettem lépdelt valaki, meséltem neki erről, hogy nézhet ki egy ilyen meteorit, hogy ugye nagyon fekete, de azért össze lehet téveszteni jó pár dologgal, és pont előttem láttam is, hogy na látod, itt van például egy nagyon szép példa, gyönyörű, szép, fekete, apró, szinte csillog, olyan, mintha tényleg be lenne vonva, fel is vettem, meg is mutattam neki, hogy nézze meg közelről, hogy ez, ne, ez nem meteorit, attól még, hogy nagyon úgy néz ki. És mondom, kérdezte, hogy mi az? Hát mondom, nézd meg, ha eltöröd, mert el lehet törni, annyira könnyű, rostos a belseje. Ez ősszar. Szerintem egy életre megjegyezte, és például pont a Bükki esetnél, pont ez a baj, hogy rengeteg szarvas van a környéken, és borzasztó nehéz a sok egyéb találat mellett magát a meteoritot észrevenni. Megették. Úgy látom, hogy nincs több jelentkező. Köszönjük szépen az előadást. Jövő héten még mindig meteoritos téma, illetve a meteoritnál egy picivel nagyobb lépték, olyan jelenségekről lesz szó, ami már komoly hatással van a földi életre. Én az eredetileg azt a címet próbáltam neki adni, hogy kozmikus karambolok következtében kialakult kihalások kockázata, vagy valami ehhez hasonló, de Sárneczky Krisztián megelégelte a szójátékot, úgyhogy más címet adott neki, de a téma az ez lesz, hogy milyen kihalásokat, milyen globális változásokat okozhatnak a földi élőságban a világból érkező testek. Úgyhogy várjuk a érdeklődőket jövő héten is itt, illetve majd egy hét késéssel az interneten a Galileo Webcast csatornáján. Viszontlátásra egy hét. Köszönöm.